Üdvözletem, Gladiátorok, itt újra Gred. Mai napon elhoztam nektek egyfajta podot az Elegomell jó voltjából. Remélem annyira nem fog tükröződni, mert ma ugye zöld háttér van, aztán remélem annyira nem lesz durva. Egy podot hoztam el nektek a mai napra, ez a Spesh 12 kit az 510 VP-től. Mindjárt meg is nézzük, hogy pontosan mit tartalmaz maga a csomagolás, illetve mit tud ez a kis készülék. Egy újítást betettek, ami más podba nincs, illetve van egy jó lehetőség is rajta, amit mindjárt meg fogunk nézni. De most mindenek előtt nézzük meg, hogy mi van benne a dobozban, és utána följövünk és elmondom a szerény véleményemet erről a kis podról. Itt van a csomagolása. Megnézzük, hogy oldal mit ír. Ugye van három darab mód benne, egy high, egy normal és egy soft. Kettő darab coil van hozzá, amit benne a csomagolásban kapunk. 950 milliamperes aksi van benne, illetve egy vibrációs motor. Nem tudom, hogy miért építették bele, de minden esetre jó. Oké. A csomag tartalma, ugye maga a készülék, egy 2 ml kapacitású pod, ugye ez ami fölül van, az maga a pod, egy 0,4 ohmos mesh coil, ugye annak 16 watt a maximum terhelhetősége, 0,8 ohmos átlagos MTL coil van benne, ami max 13 wattos, egy USB kábel, egy használati útmutató és egy eredetiségvizsgálaton átmenő kis kártyácska, illetve valami hasonló kis kártya, ami szokott benne lenni. Itt van maga a doboz, amit hogyha kirázunk, ugye itt található benne ebbe a kis zacskóba maga a pod, itt a helye. Itt van hozzá a user manual, ugye mindent leírnak szépen, hogy mire kell figyelni, hogyan kell csinálni. Ahogy kiszedjük ezeket a dolgokat, így. Itt van benne egy darab repair coverage. Nem tudom, hogy mi pontosan. Total period 90 napon belül visszacserélik, hogyha valami problémát észleltek rajta. Ebben a kis dobozban található ugye a kettő darab porlasztó. Az egyik porlasztó, amit mondtam, ez egy 0,8 ohmos 10-től 12 wattig használható vertikál koilos, ugye ez volt a mesh koilos verzió. Illetve itt még található a kis kábelünk. Nos, a dobozt azt kiveséztük, jöhet maga a podnak a felépítése. Itt felül található egy állítható levegőzésű nyílás, vagyis gyűrű, amit tudunk állítani teljes, illetve félig nyitott verzióra. Ezen az oldalán található ugye a erősségnek a beállítása. Hogyha kétszer megnyomod, ugye ez a zöld, a kék és a piros. Ez a light, normál és a high erősség. És ugye ahogy hallhatjátok, itt van benne a vibrációs rész is. Ötször megnyomod, és vibrál, ahogy bekapcsolod. Most kikapcsoljuk minden esetre, és megnézzük, hogy alul mi található. Ide lehet betenni, ez maga a fej már, csak szimplán beledugod, és ott van benne a coil. Levegőzés most elszorítjuk, ugyanis ez az első olyan pod, amit én látok, ugye normálisan visszapattan, tiszta jó. Ez az első olyan pod, aminek felső töltése van. Tehát itt betöltöd a likvidet, nem kell kiszedni magát a fejet se, hanem csak egyszerűen itt beletöltöd. Aztán már vépelhetsz is. Na, most akkor gyorsan kinyitjuk. És megnézzük fenn, hogy milyen gőzt ad, illetve elmondom a pozitív, negatív beszámolót róla.
Nos, itt is lennénk fölül. Ugye itt van maga a készülék, nézzük meg, hogy milyen fajta gőzt tud kiadni. Mindjárt nézzük. Sorban megnézzük. Ez a minimum, a zöld. Nem van éget felő, ennyit tud. Ez a középső, középút. Ez se olyan durva, és jön a piros fokozat. Sasszer kb. Ugyanannyi, leszokáshoz teljesen jó, én azt mondom, mert egy nagyobb véper biztos nem fogja ezt a podot használni. Illetve itt a hátulján ilyen bőr tapintás van. Milyen szinten egy kicsit összeszedetlen volt ez, ugye valamilyen szinten próbálok visszarázódni, és újabbnál újabb LCG bemutatókat hozni nektek. A véleményem erről a kisfajta modról, podról, az, hogy nem értem, miért tették bele a rezgő funkciót, mert lényegében sok hasznát nem veszi egy véper, szerintem. Kivéve, hogyha csaj. Ugye az egy pozitívum, hogy felül lehet tölteni, tehát nem kell kiszedegetni magát a podot, ugye ezt a felső részt. Coilokat majd időben lehet hozzá kapni, még egyelőre nem. Úgyhogy egyelőre ezzel a kettővel kell megelégednünk, hogyha ezt a fajta modot, podot fogjuk választani következő ECG-nek. Aztán lényegében ennyi. Nem szeretném annyira túlhúzni se a videót, ez egy vélemény róla, szerintem kezdőknek ajánlatos, de úgy közép, illetve középhaladóknak, illetve már haladóknak, nagyobb vépereknek, hát... Hogyha valaki ki akarja próbálni ezt a rezgő funkciót, azoknak ajánlott egyedül megvásárolni. A linket leteszem a leírásba, hogy hol tudjátok megvenni, és köszönöm még egyszer az elegomel.com-nak, ugye, hogy eljuttatták hozzám ezt a készüléket tesztelésre, és nézzétek meg a linket, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, illetve osszátok meg, illetve amit szeretnétek csinálni, mert nem kötök semmit az orrotokra. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, én Gred voltam, szevasztok! Gred, van itt minden ecigi, meg live-ok a videó után, nyomjásupot mellé egy lájkot, Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők, itt a Gred, itt a Gred, itt a Gred, Gred. Van itt minden ecigi, meg live-ok a videó után, nyomjásupot mellé egy lájkot, Gred, megérkezett, jöhetnek a nézők, itt a Gred, itt a Gred.